Mucska László 1976 tavaszán döntött úgy, hogy csatlakozik a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez. Elmondása szerint 13 éves korában egy istálló tűz oltásának volt a szemtanúja, ami akkora hatással volt rá, hogy eldöntötte, egyszer szeretne a lánglovagok közé tartozni. Jöttek a tűzoltók, az emberek összeszaladtak, ugye hát egy nagy dolog volt, és szexárdon jött a tűzoltóság, elég sok idő eltelt, és ugye először a polgárok kezdték oltani, és ott próbáltam én is segítkezni, de elzavartak, ugye, mert gyerek voltam, és akkor még nem engedték, és akkor úgy döntöttem, hogy ha úgymond nagy leszek, vagy felnőtt leszek, akkor én is csatlakozom az Egyesülethez itt Bonyhádon. És 76-ban hallottam, hogy van tagfelvétel, jelentkeztem a Bányai Geri bácsinál, és fölvettek. Az első időszak, tehát 90-ig úgymond, hogy mondjam, a kíváncsiság, a szeretet, tehát hogy működik egy ilyen szervezet. Meg hát ha baj van, valóban segíteni az embereken, de 90-ig ugye nagyon nem is vonultunk, de nagyon ritkán, mert nem volt olyan technika, meg felszerelés, mint most, és 1990-től fejlődött jobban az Egyesület. Pályázatok útján, védőfelszerelések, autók, ugye 89-ben Németországban kaptuk az első Opel Blitzet, és akkor így kezdődött jobban a fejlődés, a vonulás, a beavatkozások gyakorisága. Mindenki teszi a polgári életbe a dolgát, ugye, és most már oda fejlődött a technika, hogy a mobiltelefonra jönnek a hívások, vagy a riasztások, és akkor úgymond 10 percre, riasztástól számított 10 percen belül kell elhagyni a laktanyát. De jó, hát összetartó, nyilván itt egymásra vagyunk utalva, tehát itt nem lehet egyénieskedni, meg én így gondoltam, meg úgy gondoltam, igenis, amit a tűzoltásvezető parancsnok kioszt, azokat a feladatokat kell végrehajtani. Én úgy gondolom, mai világban is ugyanolyan fontos ez a szerep, mint annak idején volt 90 előtt, vagy úgymond a másik rendszerben, tehát nem változott. Mindennek már 45 éve. Mucska László több mint 4 évtizedes szolgálatát pedig a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség díjazta nemrég. Megmondom őszintén, meglepődtem. Tehát váratlanul ért, megkérdezte a Gergelics Pisti, ugye, mert a megyei szövetség elnöke, és ő mondta, hogy fogok majd kapni egy levelet. És jó, és akkor vártam, és valóban megjött, és akkor ugye kellett jelentkezni, hogy el tudok-e menni az átadásra, vagy nem, de mondom, persze, hogy elmegyek, mert azért az ember minden nap nem kerül oda föl. Meg hát egy elismerés vagy. Igen, mert örültem neki. Úgy gondolom, amíg az erőm, egészségem bírja, és az Egyesület igény tart rám nyilván, hát most már nem vagyok olyan aktív, mint voltam, ugye, mert azért 60 év felett már nem olyan gyors az ember, meg fiatalok vannak, de hát a háttérmunkákban vagy a bármiben segítséget kérnek, nyilván, hogy teszem a dolgomat. Az önkéntes tűzoltó azt mondja, nagyfokú szolidaritás kell ahhoz, hogy valaki az Egyesület tagja lehessen. Az, ha valaki segíteni akar önzetlenül másokon, és feltétel nélkül, tehát itt nem az anyagiakra gondolok, tényleg valóban ez a szabadidőből megy éjjel-nappal, tehát ez csak azt tudja csinálni, én azt mondom, szívvel, élekkel kell, mert különben nem érdemes, tehát ez csak így lehet.